A Merkúr is visszaérkezik a bak közegébe. Ugye szombati napra meg fog érkezni a Plutóval való intenzív kapcsolatra, együttállásra. Nézzük, ugye a bak jegyébe, ahogyan belépett a, vagy a bak jegyébe, ahogy visszalépett a Merkur, egészen február 14-éig még ezen a területen söpröget, fogalmazhatok így, illetve amilyen intenzív témaköröket aztán fókuszba fog hozni, és erősíti, ugye ahogy mondtam, egészen a szombati napig folyamatosan kiteljesedőben lesz, hatásában jelen lesz még utána a következő hétnek is, mondhatom, hogy végig szinte érzékelni fogjuk, sőt még a hatodik héten is, olyan jelentős társadalmi témakörökben hoz számunkra felismerni valókat, ami a bak közeggel, vagy a bak jegye által szimbolizált gyakorlati, hétköznapi világunkhoz, társadalmi, anyagi természetű történeteinkhez kapcsol bennünket. Egy kicsit, ha megengeded, annak érdekében, hogy jobban tud érteni, bele megyek egy kicsit részletesebben, bízom benne, hogy ez is hasznos lesz. Egy ilyen időminőségben, amit átélünk, hogy jönnek ilyen húsba vágó témák. A Merkur a racionalitás planétája, tehát a Plutó általi kapcsolat felszínre hozza azokat a mélyben lévő témáinkat, amelyeket nem halogathatunk tovább, és tudatosítanunk kell. A Merkur egyben nem csak a tudatosítást, hanem a róla való kommunikációt, a megbeszélést, a párbeszédnek a lehetőségét is magában hordozza. Tehát húsba vágó, ezért fogalmazok így, hogy húsba vágó, mert hogy fizikailag is érzékelhetjük, akár valóban a testi folyamatainkban, vagy konkrétan a hétköznapi, úgymond bennünket körbevevő anyagi, gyakorlatias, hétköznapi világba begyűrűző nehézségek jöhetnek. Leginkább, ahogy mondtam, anyagi természetű, és az anyagi mögött nem csak az anyagi valóságot, hanem a pénzügyi témákat is értjük. Tehát anyagi természetű témákban és intenzíven határkérdésekben. Felszínre bukkanó módon, ismétlődő jelleggel ilyen kríziseket hoz be a kapcsolatokba, határtémába. Ennek úgy gondolom, ami legközelebbi, kézzelfogható, nagyon szomorú és sajnálatos példája, az nem más, mint az orosz-ukrán konfliktus, ami hát nagyon komoly penge élen táncoló, és ugye ezen keresztül a Plutóhoz kapcsolódó polarizáció, a világ megosztottsága, a kétpólusossága, illetve lassan már a világ tekintetében ez a kétpólusosság egyfajta hármassággá alakul ki a szakértők szerint, tehát az USA mellett ugye felzárkózik Kína, illetve Amerika, tehát Amerika, Kína, illetve az orosz hatás, mint egyfajta intenzív hárompólusos feszültség van jelen pillanatban jelen, és hát azt lehet látni, hogy ezekhez a nagyobb társadalmi megmozdulásokhoz, ugye a világot érintő közvetett hatások is kapcsolódnak. Tehát akár akarjuk, akár nem, ezek a hatások még ha relatíve távol is vannak konkrétan attól a háztól, ahol éppen élünk, a világ eseményeit nagyon komoly szinten befolyásolják, és egy fenyegető krízis témaként jelennek meg. A Plutó-Merkur kapcsolódása most rövid időn belül háromszor történik meg egyébként. Az első kapcsolódás az december 30-án volt. A második kapcsolódás most lesz január 29-e, tehát szombati napra teljesedik ki, és még lesz egy kapcsolódás február 11-én. Tehát mik azok a témakörök? Tehát a határok. Elmegyünk akár a személyes életünkben valamilyen olyan helyzetre, amire azt mondjuk, hogy határhelyzet, már nem lehet nem figyelembe venni, nem foglalkozni vele, muszáj tudatosítani, muszáj róla a megfelelő vagy az érdekelt felekkel beszélni, de ugyanezt globális, ugye társadalmi, emberiség szintű léptékekben is abszolút tapasztaljuk. Mondhatom, hogy inognak, recsegnek a régi, már elavult rendszerek. Legyen az a világról való a materialista gondolkodás, a világról való látásmódunk,
az a fajta beszűkített látásmód, ami romlásba viszi, és ellene hat annak a folyamatnak, ami a ma élő emberiség életében egy nagyon fontos téma, hogy a gondolkodásmódunkat, a tudatosságunkat túl kell nőni, tehát tágítani kell a racionalitást, egy holisztikus, globális, szellemibb nézőponttá kell kiegészíteni. Mondhatom azt, hogy így a vízöntőkor hajnalán a ma élő emberiségnek ez egy létfontosságú feladatköre, hogy ezt a tudatosságunkban, ezt a szintugrást meg tudjuk lépni. Természetesen szükségünk van az anyagi valóságról vallott racionális ismeretekre, de ha csak az anyagelvűen és csak a racionális funkciókat materialista módon használjuk fel, az romlás nagyon komoly, nehéz tapasztalatok következményével fogunk szembenézni, ha ezzel globálisan nem tudunk, ezen nem tudunk globálisan változtatni. Tehát fontos, és a Plutó a maga transformáló erejével pontosan erre hívja meg a hétköznapi gondolkodás szimbolizáló Merkurt, hogy válts gondolkodásmódodban egy magasabb frekvenciára, tágítsd a nézőpontodat, akkor is, ha azt érzed, hogy vannak olyan erők, nézd meg mellettem a képet, amelyek intenzív hatást gyakorolnak rád, és vezetnek valamerre. Ez nagyon egy ilyen beszűkült fókuszt tükröz, ugye ahogyan a furulyás által, aki elől megy, kérdés, hogy ez egy milyen ideológia, milyen szellemiség, milyen hitrendszer, akár politikai, filozófiai, vallási elképzelés, ami nagyon hatékonyan van előadva, ahogy a furulyásod alát nagyon hatékonyan, ugye nagyon tömegekre megbabonázó módon hat, és egy irányba, a furulyás által vezetett irányba haladnak a tömegek. A Plutó, amikor a Merkurral találkozik, akkor hoz ilyen élményeket, hogy erre rá döbbenhetünk, hogy hol vagyunk, milyen helyzetben, olyan szituációban, hogy hagyjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket. De ez a vezettetés nem biztos, hogy csak külső témakörök mentén mutatkozik meg, hanem akár nagyon intenzív, belső nem tudatosított szenvedélyek mentén elvihetnek bennünket a saját szenvedélyeink, lehúzhatnak, visszahúzhatnak, egy irányba vezethetnek, amelynek komoly krízisek lesznek majd hosszú távon akkor a következményei. A Plutó transformatív jellege abba hív meg, hogy vegyük észre, egyrészt ne legyünk mi sem olyanok, akik csőlátásba akarunk másokat bekényszeríteni, hanem adjuk meg a fejlődésnek a lehetőségét a tolerancián, az elfogadáson keresztül, és mindannyian kollektíve szembenézünk ezekben az időszakokban azzal, hogy váltsunk nézőpontot, és kezdjünk el más módon gondolkodni, kommunikálni, és más módon gondolkodni alapvetően a kapcsolatokról. Azt látjuk a világban, és ugye a Plutóban nagyon intenzíven megmutatkoznak a nagyobb világesemények, társadalmi események, hogy nagyon gyakori a beszűkültség az egyéni érdekek mentén való merev működésmód bizonyos társadalmakban, tehát mindenféle szűklátókörűség, az idejét múlt társadalmi és politikai rendszerek, intézményi struktúráknak az átalakításáról beszélni kell, gondolkodni kell róla, és más jellegű megközelítéseket kell kialakítani. A kereteknek, a határoknak a feszegetése zajlik jelen pillanatban, aminek a célja nem az, hogy konfliktusok generálódjanak alapvetően, hanem az, hogy átalakuljon a régi, túl merev, megcsontosodott, és éppen ezért nem a fejlődést, a kollektív fejlődést szolgáló helyzetek legyenek azok, ahogy mondtam, társadalmi, politikai rendszerek, vagy bármilyen intézményi struktúra. Tehát a cél a változás. Hogy ennek milyen eredménye lesz ennek a változásnak, a változás mit fog hozni? Ezt nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen pozitív, vagy egyértelműen negatív lesz valami. A változás az egy következő lépcsőfok, ami előre vezet bennünket, amiből majd újra tanulhatunk, és levonhatjuk a tapasztalatokat. Tehát fontos, hogy ne fekete-fehérben gondolkodjunk jóban és rosszban, hanem ha úgy érzed, hogy valami neked már nem jó, akkor önmagában már a változás kezdeményezése segítheti annak a kevésbé jól működő életterületnek
a megváltozását. Nem biztos, hogy az idilli állapotba lépsz azonnal, de a jobbság felé tudunk haladni, ha merünk változtatni. Tehát cél, összességében, amikor a Plutó és a Merkur kapcsolódik, a kollektív emberi fejlődés érdekében a megújulás, tehát nem az egyéni elképzelések makacs konzerválása, legyenek azok társadalmilag fontos szereplők, akár társadalmi vezetők, nem szolgáltathatjuk a saját erőinket az ő zászlajuk alá. Tehát mindannyian fontos, hogy tudatosítsuk, hogy hol hagyjuk magunkat, vagy hol rakjuk magunkat úgymond önként és dalolva igába mások elképzelései mentén. És ezért nem meglepő, hogy ebben a periódusban, és hát ehhez nagyon kapcsolódik a togói vulkánkitöréstől kezdve, nagyon-nagyon sok, ha megnézed a híradásokat, tényleg olyan társadalmi hatások, természeti jelenségeket, és emellett a privát életből is biztos te is fel tudsz sorolni egy csomó olyan egyéni élethelyzetet, amely ráébreszt bennünket arra, hogy egyedül nem megy. Egyedül nem tudjuk megcsinálni. Tehát a kollektív irányba vezetnek bennünket akár a nagyon szélsőséges élmények és hatások is. Ugye anyagi, pénzügyi természetű dolgokban, mikor a Merkur és a Plutó kapcsolódik, komoly változások vannak. Ezért ilyenkor érzékelhetjük azt, hogy a tőzsdén az árfolyam ingadozások is sokkal nagyobbak. Néha ilyenkor történnek bankrendszer struktúrába változások, akár tulajdonosi változások, tehát nagy pénzügyi krízisek, nagy nyerességek, akár nagy pénzügyi lenyúlások is beleférnek egy ilyen időminőségbe. Az ügyeskedés, az háttúról jövő ügyeskedés mások kárára például, amelyek lehet, hogy látszólag időlegesen anyagi haszonnal kecsegtetnek. De ne felejtsük el, hogy a sorstörvények felülírják a fizikai emberi törvényeket, még akkor is, hogyha a törvényeket relatívan néha könnyű az egyéni igények mentén módosítani, ettől mindannyiunkra hatnak és érvényesek az örök érvényű szellemi törvények, hogy minden, amit elindítunk magunktól, minden, amit mások kárára teszünk, az rövidebb vagy hosszabb időintervallum után visszatér hozzánk. Nem azért, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy átéljük mi is annak az élményét, ebből okulva, tanulva fejlődni tudjunk. A sorspedagógia, ahogy szokták mondani az ezoterikus körökben, a karmanak a szándéka nem a büntetés, hanem a nevelés, a fejlesztés. Úgyhogy minden olyan hatás, ami most visszatér hozzánk, ami nehéz, érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez milyen témákról is szól igazából. Tehát a héten is nagyon intenzíven érzékeljük ezt a hatást, ahol az intenzív, akár nyomulós kommunikációnak lehetünk akár elszenvedői, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben az időszakban, hogy mi magunk lehetőség szerint próbáljuk fenntartani a toleranciát mások nézőpontjával kapcsolatban. Ehhez egy nagyon klassz társadalmi kezdeményezés kezd kibontakozni, többek között például a Partizán csatornáján vannak olyan műsorok most már, amely a közgyűlés címet hordozza, ahol nagyon klasszul, szélsőséges vagy egymásnak nagyon ellentmondó nézőpontokat hogyan lehet kulturált módon megbeszélni, ütköztetni, és akár nyitottá válni egy vélemény, egy gondolatnak a módosítására. Én nagyon üdvözlöm az ilyen jellegű kezdeményezéseket, hiszen a széthúzás, a megosztottság, ami a Plutó energiájában intenzíven benne van, ellenében hat a transformáció, a tudat és a gondolkodásváltás irányába. Ennek a hétnek tehát nagyon intenzíven témaköre, így a Plutó-Merkurnak az egymáshoz való kapcsolódása, és igazából a szerdai naptól egy nagy lépést tettem, hiszen 29-én szombaton már nagyon intenzíven fogjuk érzékelni, és ahogy mondtam, a hét elejétől már ez jelen van, és a következő héten is.